Kárpátaljai testvériskoláját fogadta a Mindszenti. A Budaörsi Egyházi Iskola 10 éve ápolja a kapcsolatokat egy ukrajnai magyar iskolával. Szerdától vasárnapig tart a Budaörs Fesztivál. 7 kiállítás, 21 zenei program, kerekasztal beszélgetés, színházi nyílt próba, nyitott műhely, filmvetítések, na meg utcabuli várja a látogatókat. És főzőverseny volt a Jókai napokon, emellett feladatok is várták a csapatokat Szűke András vezénylésével. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Kárpátaljai testvériskoláját fogadta a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola. A Tisza Keresztúri intézménnyel 10 éves az együttműködés, amire szóban, fotókon és kisfilmben emlékeztek vissza. 2009-ben a szülők kezdeményezésére jött létre a testvériskolai kapcsolat. A szempont az volt, hogy határon túli magyarok által lakott területen magyar iskolával vegyék fel a kapcsolatot. A Budaörsi intézményben más jubileumot is ünnepelnek, idén negyedszázados a Mindszenty. A Tisza Keresztúri Általános Iskola diákjai és tanárai érkeztek vendégségbe a Budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolához a két intézmény 10 éves testvériskolai együttműködésének évfordulójára. A kapcsolat 2009-ben a szülők kezdeményezésére indult. Erdélyben már nagyon sok testvériskola van, talán a délvidéken és felvidéken is, és hogy a legérintettebb vagy a legelhagyatottabb, emberileg is, meg fizikálisan is Kárpátalja, és akkor arra gondoltunk, hogy megszólítunk valakit Kárpátalján. Tisza Keresztúr egy kicsi község a magyar határtól, tényleg 4-5 kilométerre, és ezért is volt furcsa nekem, hogy tehát egy ilyen viszonylag nagy iskola nekünk, és egy ilyen fővároshoz közeli településsel minket kerestek meg testvériskolának, mert a faluban, tehát egy 800 fős kisközség, ami sajnos hát ugyanúgy, mint ahogy egész Kárpátalján jellemzően, hogy 70-80%-ban, vagy inkább régebben 99%-ban magyar volt. Hát néhány éve van néhány betelepedett szláv család. Így határok vannak, tehát itt nincs olyan, hogy csak veszem a személyigazolványomat és átmegyek a másik országba. Nagyon komoly határellenőrzés van, vízumkötelesek, tehát nehezen indult ez a dolog, de a fogadók nyitottak voltak erre. És akkor a szülők ezt nagyon-nagyon megtámogatták, azt mondták a szülők, hogy ők szívesen fogadnak gyereket. Volt olyan család, aki felajánlott, hogy akár 3-4 gyereket is fogadna. És akkor így elindult a testvériskolai kapcsolat. 2009-ben megtörtént az első személyes találkozás is Budaörsön, amikor az igazgatók a Mindszenty részéről Prohászka Jánosné aláírták a testvériskolai megállapodást. A látogatások azóta évről évre ismétlődnek. Az egyik évben a tiszakeresztúriak jönnek Budaörsre, a rákövetkező évben pedig a mindszentis gyerekek utazhatnak ki. Pedagógiai célunk a hazaszeretetre nevelés, a magyarságra nevelés, és igazából ez nagyon-nagyon fontos eleme, ez a testvériskolai kapcsolat ennek a nevelési területünknek. A mindennapokban hogy tudják az idejáró gyerekek megélni a magyarságukat. Ez egy hivatkozási alapunk, és tehát mivel élő kapcsolat, és nagyon-nagyon szoros élő kapcsolat, ezért azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól illeszkedik a mindennapja. Mindig új és új családokat szólítunk meg, hogy minél többen ismerjék meg egymást a családok, és természetesen ez nem zárja ki azt, hogy akik már kiépítettek kapcsolatot, mert olyan is előfordul most már, hogy a kárpátaljai gyerekek itt nyaralnak családoknál, illetve volt olyan, hogy innen Budaörsön és fölkerekedett az egész család, és kiment a kárpátaljai családhoz, tehát nagyon élővé vált ez a kapcsolat. Sokat segítettek az iskola, a szülők, az adományok, tehát tényleg volt úgy, hogy úgy mentünk neki a télnek, hogy nem tudjuk, hogy legalábbis az óvodát tudjuk-e fűteni, mert minden elavult, tehát javításokat nem végeztek, meg az orosz-ukrán gázvita természetesen minket is ránk is hatott,
és akkor olyan segítséget nyújtottak, hogy ki tudtuk segíteni, cserélni a radiátorokat, tehát a télen nem volt működés problémánk ebből a szempontból. Az ünnepeinket, tehát egy október 6-át, vagy pedig egy március 15-ét, azt igyekszünk együtt megünnepelni. Tehát egy évben biztos, hogy van egy ilyen közös ünneplés, illetve az elmúlt tanévben egy nagyon jópofa ötlet támadt, hogy az összetartozás napján Skype kapcsolatot vettünk föl velük, és így is együtt ünnepeltünk. Elmentünk Veleckére, meglátogattuk Munkácsot, Szolyvát, megnézték azt az emlékparkot, tehát ezek mind-mind csak összetartó, és hát láthatják, hogy összetartó, tehát a határ az, reméljük, hogy hát nem olyan sokká választ el. Olyan fiatalok is jelen voltak a találkozón, akik a testvériskolai kapcsolatnak köszönhetően jártak először Magyarországon, és ez ösztönzőleg hatott rájuk, hogy itt tanuljanak tovább. Hetedik osztályos voltam, erre még tisztán emlékszem, amikor felmerült ennek a lehetősége, hogy van egy testvériskolánk, aztán felutazhatunk Budaörsre, és ezen belül látogatást tehetünk Budapestre is, és hát én kaptam az alkalmam, mert hát tulajdonképpen első fecskének számítok, akkor, és a program keretén belül voltam először Magyarországon is, és hát egy meghatározó élmény az életemben. Világot láttam, és a fogadó családokkal még a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, és jó barátságot ápolok a fogadó családnak a lányával. Együtt tanulunk az ELTE-n, volt, hogy már találkoztunk is, úgyhogy ezt tényleg hálatelt szívvel tudok a fogadó családokhoz és a szervezőkhoz fordulni. Folyamatosan tervezzük a rendszeres találkozókat, évente egyszer biztos, de hát természetesen ez a különböző programoktól függ. Lásd például mondjuk az idei ugye 25 éves jubileumot, amikor már a kárpátaljai gyerekek már voltak nálunk. A jótékonysági eseményeinket is továbbra is folytatni fogjuk, arra is szívesen látjuk őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez élővé váljon, és mind a két fél részéről megvan az a nyitottság. Úgyhogy hát bízom benne, hogy ez folytatódik. Veleckénél susog, rengeteg nagy erő. Lovasoknak ánya, az egyedik felnő, az egyedik felnő, sűrű, sötét felnő, elején korából támad vigyor eső. A testvériskolai ünneplést beárnyékolta, hogy a közelmúltban az ukrán parlament elfogadta a nyelvtörvényt, amely ellen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek és a magyar kormány is, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. A törvény a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát. Én is elgondolkoztam rajta, hogy ez akkor azt jelenti, ha én bemegyek a polgármesteri hivatalba, és aki a tanítványunk a polgármester, akarok vele valamit megkérdezni vagy megbeszélni, akkor a nyelvtörvény alapján ott már csak ukránul beszélhetünk, mivel az egy állami hivatal. Tehát ezt nem tudjuk, hogy lesz, mint lesz. Hát mindenki abban bizakodik, hogy az új elnök, ha átveszi az irányítást, akkor talán erre is megoldást, vagy legalábbis enyhítő megoldást talál. Én is szomorú szívvel olvastam a híreket, de kárpátaljai magyarság már sok mindent átélt, és én bizonyos remélem, hogy ezen is sikerül átvészelni magukat. Mert a haza kereszted is, betlehemi csillagod is, hiába ti porták hadakén, hiába ti porták hadakén, mert a haza te magad vagy. A héten lesz a Budaörs Fesztivál, szerdán kezdődik és vasárnap estig tart. Itt van a stúdióban Selmeci Ágnes, a fesztivál igazgatója, kezicsokolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És tisztelettel köszöntöm Wittigunk Tamás polgármestert, és jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most egy picit, mintha előbb lenne a fesztivál, máskor mindig május 1-e utáni héten szokták megrendezni, most egy kicsikét előre jött. Miért? Hát sok szempont az, ami miatt így alakult. Mindjárt itt van például az, hogy 30 éves testvérvárosi találkozó is lesz, de egyébként ehhez hozzáteszem, hogy annyi program van, hogy emiatt is nehéz volt egyeztetni, meg lesz ugye a választás is. Tehát úgy kellett megtalálnunk az időpontokat, ugye a breszfeldiekkel most már lassan másfél éve egyeztetünk, hogy
ők is jönnek hozzánk, hogy a fesztivál idejére jönnek, aztán, hogy az állampolgárok tudjanak élni a szavazati jogukkal, ne akkor menjenek delegációk jobbra-balra, amikor éppen az Európa Parlamenti választások vannak, május végén pedig a budaörsiek mennek Breszfeldbe, úgyhogy ezért kellett megtalálnunk az optimális időpontot, nem volt egyszerű, de én azt hiszem, hogy ez jó pofa lesz így azért, hogy május 1-e az amúgy is egy ilyen kicsit ilyen majális jellegű, és akkor az egész hét arról szól, hogy Budaörsön rendezvények. Ez képest mellékutca, de Breszfelddel ugye nagyon régi a kapcsolat, a legrégebbi a kapcsolat, és folyamatosan tartja is a város, Kisújfaluval, a szlovákiai Kisújfaluval is, a többi testvérvárossal viszont nem annyira. Hát ugye ez nem rajtunk múlik, nyilván nem erőszakoskodunk, ahol fölmerül az, hogy ha erősítsük, vagy együtt legyünk, vagy legyenek programok, ott ezt megtesszük. Sajnos a görög testvértelepülés az teljesen eltűnt. Magyar Kanizsával viszonylag jó a kapcsolat, csak hát nekik elég sok gondjuk van, sok volt a változás. Ugye nyilván az, hogy Breszfeld egy kiegyensúlyozott, hosszú ideje, stabilan működő, meg egy azért jelentősen demokratikus hagyományokkal rendelkező ország települése, ahol egyébként a magyar kapcsolat is erős, ott az egyszerűbb a történet, és személyesek is a kapcsolatok, ráadásul az egész történet úgy indult, hogy ugye a kitelepítésnek nevezett, amikor innen Budaörsről a II. Világháború után elűzték a svábokat, nagyon sok kint élőnek leszármazottai, szóval annyi minden összefüggése van ennek a kapcsolatrendszernek, hogy azt könnyebb, ha úgy tetszik, működtetni, működik az magától. Tehát azt hiszem, hogy ennek van hosszú távon is nagy jövője, de egyébként Kisújfaluval is nagyon jó, és nagyon, nagyon baráti, és tényleg nagyon sok jó program van, szóval olyan a kapcsolat, amiről azt lehet mondani, hogy napi rendszerességű. Szóval testvérvárosi találkozó és egyben Budaörs Fesztivál, vagy Budaörs Fesztivál és annak részeként testvérvárosi találkozó. Május 1-én indul a programsorozat. Az ember azt gondolja, hogy május 1-e a munka ünnepe, ami munkaszüneti nap, akkor már 100 és 1000 program van. Ezzel szemben május 1-én csak este kezdődnek a programok. Miért? Hát a május 1-e a Budaörs Fesztivál hagyományait követve ez egy úgynevezett nulladik nap. Nem foglalkoztunk azzal, hogy napközben is legyen, de nem egy rossz ötlet, amit most a szerkesztő úrtól hallottunk. Én csak kérdezek. Igen. Csak a hagyományokat követve gyakorlatilag a műsorterv az már összeállt a fejünkben, amikor jött az időpont választás. Eredetileg úgy volt, hogy a május 1-ét azt nem is keverjük össze a fesztivállal, de aztán azt gondoltam, miért ne. Sok programban mindenhol, de mindig sok program van, tehát igyekszünk mindig alkalmazkodni, de nem lehet az, hogy azért ne csináljunk valamit, inkább a Budaörs Fesztivál is besimul szerintem a kulturális kínálatba, amit a környéken nyújtanak. Mielőtt belemennénk a programokba, egyébként pénteken, amikor a sajtótájékoztatóról beszámoltunk, akkor már sok mindent elmondtunk, de most is beszéljük. Először azonban maguk a sarokpontok. Ugye a Budaörs Fesztivál egy olyan a város életében, amit mindig megrendeznek, most már ez egy hagyomány, és hiába van nehéz anyagi helyzetben a város, erről nem mond le soha, nem lesz kisebb a fesztivál, nem lesz kevesebb napig, szóval ez egy olyan toposz, ami mindig marad? Hát egyfelől ugye az alapkérdésre, hogy a költségvetésünknél nagyon észnél kell lenni, az mindig is mondtuk, hogy úgy is fogunk tenni, de nem mondunk le semmi olyan értékről, ami akár kulturális érték, akár bármilyen más jellegű, sőt a fejlesztéseknél is igyekszünk, de most nem szeretném a műsort elvinni abba az irányba, hogy idén mik valósulnak meg, ezt úgy is fogják látni a kedves tévéznek, különösen itt a lakótelep környékén, hiszen a busz megálló az egy látványos történet lesz. Egyébként ez a 22. fesztivál, ugye annak idején Mander Robert álmodta meg, és próbált belőle egy országos jelentőségű fesztivált csinálni, amióta Ágnes csinálja. Hány éve csinálod? 7. Akkor ez a 7. Te magad légy című történet lesz. Szóval, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy egyfelől a fesztivál időszakok közül talán ez a nyitány, nem tudom, hogy másút volt-e már fesztivál, vagy mi leszünk az elsők, de minden esetre abban biztos, hogy itt minden előadás ingyenes, és hogy zseniális fesztivál igazgatónk van Ágnes személyében, aki nagyszerű programot állít össze. Igen, és rengetegen jönnek ide máshonnan is, például Budapestről, tehát miközben mondjuk Budaörs napja a nyár végén az inkább egy belső, egy városnak szóló rendezvény, ez kifele is szól. De hát igazából itt nincsenek szálláshelyek, itt nem lehet sátrat verni, mégis rengetegen jönnek kívülről.
Hát menjen mindenki haza aludni végül is, de a szálláshelyeket mondjuk a breccfeldi vendégeinkkel megtöltjük szerintem, mert ők is nagyon sokan jönnek nagy örömünkre. Szerintem annyira közel vagyunk Budapesthez, hogy tehát ez nem idő az, hogy most kijöjjenek erre a fesztiválra, és hogyha kellően érdekesek tudunk lenni, akkor veszik a fáradtságot, és nem csak, hogy Budapestről, de hogy az agglomerációból, sőt, messzebbről is érkeznek látogatók, mert azért olyan programokat nyújtunk, hogyha ide jönnek akármelyik napon, minimum 2 koncert van, de mondjuk a péntek, akkor már annyira sok koncertünk van, kiállítás, megnyitók, tömkelege, azt mondhatnám, miután az egész fesztiválon 7 képzőművészeti kiállítást nyitunk, tehát ez kiemelten fontos számomra az, hogy minden kulturális ágazat szerepeljen, nem ismerve műfaji határokat sem, a programot is így állítottuk össze, és valószínűleg ez vonzó másoknak, tehát ezért kerestek meg médiapartnerek is, hogy ez egy olyan színvonalas összművészeti fesztivál, bocsánat, nem én mondtam, hanem olyan visszajelzések jöttek, ami felkeltette mások érdeklődését, és szívesen kijönnek Budaörsre. Hogy erre rátegyünk még egy lapáttal, mert ugye ne Ágnesnek kelljen saját magát dicsérni, szóval én szerintem a legnagyobb értéke valóban az ennek a fesztiválnak, hogy nem ismer zenei korlátokat, sőt művészeti korlátokat sem, semmilyen, de tényleg csak kiállításból 7 lesz az 5 nap alatt, és gyakorlatilag mindenki megtalálja azt, ami az ízlésének megfelelő, úgyhogy ha a 22-ről beszélünk, akkor ugye arról eszébe juthat az embernek, bár Árendás Péter, az IES gimnázium igazgatója szokott a számokkal játszani, hát én nem is a számmisztikában megyek bele, hanem mondjuk ha a 22-es csapdája jut az eszembe. Szóval aki ide eljön egyszer, az egész biztos, hogy azt csapdába csaljuk, és nem fog tudni innen elmenni, annyiféle jó rendezvény lesz. Igen, hát a számoknál tartunk, 35 program lesz összesen az egyébként 5 nap alatt, és 410 fellépő. Igen. Mi az, amiben különleges lesz a fesztivál, vagy mi az, amiben más lesz, mint az eddigi fesztiválok? Hát minden évben megpróbálok valamit újítani. Most idén az, hogy a film nagyobb szerepet kapott, és megkerestem a Malter Vándor filmfesztivál szervezőit, hogy akkor ők csináljanak egy ilyen vetítést. Ők különösen azzal foglalkoznak, hogy az ő palettájukban nem csak a sikerfilmeket vetítik, hanem olyan igazi gyöngyszemeket is vetítenek. Így például Bernát Szilárd filmje is az igazi gyöngyszemek között szerepel. Róla tudni kell, hogy azért Budaörsi itt tanít, a Babtérben, illetve az IES gimnáziumban tanított. Itt forgatta Budaörsön is az egyik kulturális szintérben a filmjének az egyik jelenetét, úgyhogy így nagyon örülök, hogy ezzel is kötődünk valahogy Budaörshöz. Én azt gondolom, hogy... Az ifjúsági klubban, igen, olyan helyszínt kerestem, ahol profi vetítéstechnika van, és meg egyáltalán a helyszínekben is keresem a partneri kapcsolatot, tehát, hogy kihasználjuk itt a budaörsi kulturális helyszíneket. És ez azért is nagyon jó ötlet, mert ugye, ahogy Ágnes említett, hogy a Babtérben dolgozó egyik művészről van szó, és ugye a Prima Anima az most már nemzetközi hírű, az animációs fesztivál, és tényleg, hát a magyar filmek azért az utóbbi időben egyre több sikert érnek el, úgyhogy tényleg érdemes helyben is ennek reklámot csinálni, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és ez egy teljesen új színfolt. Beszéljünk akkor a szombati napról, nyilván a legtöbben azért azon vesznek részt, akkor reggeltől késő estig koncertek a főút lezárt szakaszán. Mi lesz idén? Hát idén is igyekeztem úgy, hogy a kézműves vásár természetesen kíséri, meg igény is van, hogy különböző műves sportékákat nézegessenek, vásároljanak, de én főleg úgy szeretném, hogy ami szerintem mára megvalósult, hogy egy úgynevezett kulturális utcába váljon a Szabadságút. Ez nem csak a zenei programokat jelenti, ami a nagy színpadon zajlik, hanem az összes kísérő programot. Pár évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem, hogy színházak utcáját szeretnék csinálni. Idén eljutottunk oda, hogy maguktól jelentkeztek kőszínházak. Így itt lesz a Thália Színház, az Operett Színház, a Holdvilágkamara Színház, a mi színházunk mellett a Karinti Színház, akik egyrészt a műsoraikat is kínálják, ők és különböző produkciókkal vesznek részt ott ezen az utcai szakaszon. Valamint ugye a budaörsi művészeket, civil szervezeteket, stb. Kihívtam, hogy mutatkozzanak be.
szerintem ez egy nagyszerű bemutatkozási lehetőség, és ezzel szerintem élni is kell, hogy kijöjjenek. A nagy színpadon délelőtt ugye gyerekprogramok lesznek, még amit megjegyeznék, hogy ami különleges, és évről évre mindig bővítjük, kicsit módosítjuk, az utcaszínházi előadások, a Paprika Jancsi Csúszlizdától kezdve Vitéz László Bába automata játékáig, a felhővadászokig, ezt nagyon-nagyon szeretik a látogatók. Úgyhogy a délelőtti családi programokat Lovászi Edina báb és családi koncertje zárja. Aztán a Breczfeldiek lépnek a színpadra, egy tangóharmonika zenekarral, meg egy fúvós zenekarral, és utána délután 4 órakor kezdődnek a koncertek. A Soul Wave, a Schemers, az új kedvenc zenekarom, amit szeretnék bemutatni, mert szerintem nagyszerűek és nagy jövő áll előttük, az Orevoár, akik szintén hasonlóak a tavalyi, nem ismeritek biztosan, de majd megismeritek, hát ez engem nem szokott zavarni, és az Anna and the Barbies és a Hiperkarma zárja a fesztivált ezen a szombati napon, Annáik másodszor vannak itt a nagy színpadon, 7 éve, mikor elkezdtem, akkor hívtam meg őket, és pontosan emlékszem, amikor a kabinetvezető úr aggódva fölhívott, hogy te kik ezek, hogy ide Budaörsre, hogy jó-e, és annyira nagy siker volt már akkor, hogy mondtam, hogy nyugodj meg, mert zseniálisak, és hát így is történt. Pásztor Anna szerintem a magyar zenei élet egyik legkiemelkedőbb alakja, úgyhogy ők is sokat fejlődtek, mi is sokat fejlődtünk, úgyhogy azért ez a találkozás szerintem megint sikeres lesz. Egyébként Selmeci Ágnesnek szabad keze van? Tehát önök nem szólnak bele, hogy na ezt nem kérjük helyette, akkor hívd meg őt, vagy őt, vagy őt? Nagyon-nagyon jó a kérdés, mert egyébként szerettem volna is elmondani. Alapvetően is így vagyunk színházzal, kultúrával, mindennel, hogy nehogy beledumáljon már az önkormányzat abba, hogy kik és hogyan lépnek föl, mert ehhez hozzáértő emberek vannak. De azt szerettem volna mondani, hogy tényleg Ágnes olyan embereket, olyan zenekarokat hoz, hogy mi itt öreg maradi emberek vagyunk mellette, mert amikor azért nevetett rajtunk, mert úgyse ismeritek. Hát igaza van, de volt több olyan, aki először itt lépett föl, aztán utána országos siker lett, és hát valószínűleg lesznek most is idén olyan fellépők, akiket talán kevesen ismernek, aztán 2-3 év múlva már alig lehet őket megkapni. Ez az egyik része a dolognak, de ha már színházról lesz esett szó, azt hiszem pénteken lesz egy nyílt főpróbája a Budaörsi Játékszínnek, a Latinovics Színháznak, úgyhogy tényleg annyira színes a paletta, hogy mindenki valamiféle érdekességet itt találhat, de a kérdésre röviden a válasz az, hogy igen, abszolút teljesen szabad keze van, és ennek azt hiszem így is kell lenni. Az más kérdés, hogy ma Magyarországon nem mindenhol van ez így, és nem mindig, de hát Budaörs e tekintetben ilyen. Mikor kell elkezdeni az egyeztetéseket? Mert azt mondják, hogy az ilyen fellépőket már 1-2 évre előre le kell fixelni, hogy mikor jöjjenek. Hát a 2 év azért az túlzás, mert hogyha valaki nem ér, akkor van másik, tehát hogy azért nem úgy indulunk, hogy na most őket. De én azt hiszem, hogy 1 évvel előtte, 1/2 évvel, 1 év az kell, hogy már az ember tapogatózzon, és akkor elkezdeni konkretizálni, az egy 1/2 éves munka. Tehát mennyi idő alatt tudsz megszervezni? Hát a Sárik Péter első levelét, amiben már pontos rider-t, vagyis technikai útmutatót, mindazt februárban írta, úgyhogy vele is már ilyen december környékén beszéltük meg. Nagyon neki is alig volt időpontja. Ő szeret minket, és nagyon, sokszor visszatérő. Nagyon. És a különböző helyszíneken volt már fesztivál megnyitón, volt még a Kürt rendezvényközpontban annak idején, volt, amikor a város 30 éves volt, akkor a város hívta meg, úgyhogy ő már egy ilyen tiszteletbeli Budaörsinek számít, de viszont olyan sokoldalú és egy olyan zseniális és olyan megújulásra képes művész, egy olyan műfajban, amit szeretnénk azért beépíteni a zenei kínálatunkba, hogy gondolkodás nélkül én mindig igent mondok, akár a megkeresésre, akár a felkérésre. Az biztos, hogy a Vivard Sinfoniette a zenekar élőben játszik majd a sportcsarnokban, amivel zárul ugye a rendezvény, de a többiek élőben játszanak? Tehát mennyiben lesz az élő teljes egészében? Csak, mert ugye szerte az országban nagyon sok hasonló rendezvény van, nem ilyen nagy szabású, de az, hogy egy fél napra felállítanak egy színpadot, és különböző fellépők fellépnek, ilyenből elég sok van, és szinte mindenhol kizárólag playbackelnek. Tehát szól a hangszóróba a zene, igen. És akkor ők meg tátognak rá. Vagy énekelnek, és szól az alap, és nem kíséri zenekar. Én pár évvel ezelőtt elhatároztam, és pont akkor, amikor még talán, most nem mondom ki, az egyik X-faktoros ének
énekes volt itt, és megláttam a nagy színpadon, ahogy mozogni se tudott, meg egyáltalán nem sütött belőle se a személyiség sem, nem volt ez a bombasztikus érzés, hogy fú, hát ez a fiú belakja a színpadot, és akkor én ott abban a pillanatban elhatároztam, hogy soha többet. És utána próbálom is Budaörsön megvalósítani, legalábbis az én rendezvényeimen 100%, hogy csak és kizárólag élőzenei produkciókat támogatunk ezzel a városi rendezvényel, és csak ezt fogadunk be. Tehát, hogy ehhez ragaszkodunk, az se X-faktor, se semmi, ott is természetesen olykor-olykor feltűnnek igazi tehetségek, de azokat is meg lehet nézni, hogy a mai napon már úgy lép föl például Ruzsa Magdi is, hogy ő nem vállal fél playback produkciót, csak a zenekarával megy el, és azért elég kevés ilyen produkciót látunk, de nem is erről akarok beszélni, csak arról, hogy mi csak és kizárólag élőzenei produkciókat, fiatal zenekarokat műfai korlátok nélkül hívjuk meg, éppen azért, hogy egy ilyen színes zenei kínálatot, egyáltalán egy színes művészeti kínálatot tudjunk produkálni a város részéről. Ön mit vár a legjobban, és mindenhol ott lesz? Természetesen ott lesz a polgármester úr mindenhol. Hát nekem ez a legnehezebb ebben az idei évben, mert ugye több mint 140 vendégünk jön, ahol nekem nagyon sok feladatom lesz, és lesznek olyan rendezvények, amik párhuzamosan mennek, tehát hogyha ha sikerül, akkor mindenképpen megpróbálom a breszföldieket rávenni, hogy a Sárik Péter egy zseniális zenész, hogy azt legalább meg tudjam nézni, hogy melyiken tudok ott lenni, a szívem szerint mindegyiken ott lennék. Az áron biztos, mert akkor a vendégeink azt hiszem vasárnap reggel utaznak el, úgyhogy ott biztos, hogy jelen tudok lenni, és egyébként azt hiszem, hogy idén nagyon jól választott a karmester úr. Török Géza egyébként is csodákat hozott már létre itt Budaörsön, de két olyan könnyed darabot választott, amiről azt lehet mondani, ha komoly zene, de mégis sláger, ugye a Bizének a Kármenje, ami egy szvit feldolgozás, egy orosz zeneszerző dolgozta föl, és nagyon fülbemászó, és hát a Ravel Bolerójáról meg gondolom senkinek nem kell elmondani, hogy mitől olyan, hogy örök életű és bármikor akár könnyű zenének is felfogható, és itt a könnyű az nem minőséget jelent, hanem talán inkább műfaji besorolást. Egyébként ez is érdekes, hogy egy ilyen koncerttel meg lehet tölteni egy sportcsarnokot. Már pedig mindig tömve van a sportcsarnok a záró esemény. Hát nagyon örülünk, igen, hogy ez szerintem mindig a darabválasztásoktól is függ, és azért látszott, amikor olyan darabválasztás volt, akkor azért nem jöttek el olyan nagyon sokan, de ezt, amit polgármester úrat csak meg akarom erősíteni, hogy biztos, hogy most teljes teltház lesz, mert most nagyon jó a darabválasztás, és tényleg, hogy zseniális zenészeket alkot a Vivát Budaörsi Szimfonietta. Én azért még szeretnék egy kicsit visszaugrani. Igen. A pénteki napra. Minden évben a Budaörs Fesztivállal megkeresünk fiatal fesztiválokat. Idén a Hág Fesztiválral kooperáltam. Ők fognak forgatni egy úgynevezett flashmobot, majd a flashmobot a Kálvária téren, ami már még a programban benn sincs, mert nem a program szerves része, de természetesen mi is reklámozzuk. Egy ilyen handpenes találkozó lesz, és mindenféle különleges. Ez a különleges tudja. Svájcban készült, még eredetileg azt hiszem egy svájci hangszer, egy ilyen, mint egy ilyen fémből készült, egy ilyen UFO-szerű lenne, amin különböző ilyen hangokat tudnak kihozni, különböző mélyedések vannak. Én ezt biztos, hogy nem szakszerűen mondom el, és szerintem Bodnár Gábor hangszerkészítő mester, aki a posztárton tanyázik velünk, ő biztos fölsikít. Több handpenes jön külföldről is, hárfával, különböző más hangszerekkel. És ez a flashmob attól lesz mondjuk úgy, hogy villámcsődő lett, hogy hirtelen elkezdenek ott ők játszani? Ők elkezdenek, igen. És nem az egy színpadon, hanem egy teljesen véletlenszerű helyen? Ott a Kálvária téren egészen konkrétan az ő fesztiválukat fogják ezzel reklámozni, és cserébe viszont a mi fesztiválunkon is a Tosoda projekt, aki szervezi ezt a fesztivált, ők adnak egy koncertet ott a Kálvária téren, ott három remek koncert lesz, a Kodakrom, akik visszakérnek Simon és Garfunkellel, a Tosoda projekt, ők ez a handpenes társaság, illetve még a Bajdázó, akiket szintén ők a Börzsöny hangjai úgy nevezik magukat, úgyhogy az is egy kiváló hangulatú, zseniális koncert lesz, tehát hogy a Kálvária tér az egy ilyen igazi fesztivál helyszín, mindegyik az természetesen, de szabadtéren szerintem mi a Kálvária teret szeretnénk megtölteni ilyen fesztivál hangulattal, és még lesz egy nagyon érdekes képzőművészeti találkozó a többi mellett, mert mindegyiket mondom, nagyon szeretem, a Városházán kiállítás nyílik, a köztérben kiállítás, a Bumosok
fotósok is előrukkolnak egy több tagú kiállítása. A Bach Máté budaörsi fotográfusnak a Posztárton lesz kiállítása, lesz egy szabadtéri kiállítás, Pap András, aki nem képzőművész, de alkotó a Kálvária téren, és a Posztárton lesz ez az úgynevezett Post Open Art, amit Györfi András képzőművész szervez most már második éve, azt hiszem tavaly volt először, nyitott műhely címmel, több képzőművészt hív az ország különböző területeiről, és alkotás közben figyelhetik őket. Ez azt hiszem vasárnap délelőtt lesz. Ez vasárnap délelőtt, és a hetedik kiállításunk pedig egy vasszobrásznak a kiállítása, ami ott lesz a Posztárt kertjében, az pedig elsőjétől már megtekinthető. Lehet olyan, hogy teltház, tehát hogy azt mondják, hogy a Posztártra, vagy a sportcsarnokba, vagy a filmvetítésre már többen nem mehetnek be, mert megtelt. Hát kénytelenek vagyunk természetesen, mert azért van minden helyszínek egy ilyen befogadó képessége, és hogy kapacitása, igen, és hogyha az túllő, úgyhogy ezt majd ügyesen megpróbáljuk kezelni. A szerencsére az utca az viszont korlátlan lehetőséget kínál, ugye a szombati napon jöhetnek több ezren is, és reméljük, hogy jönnek is. Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A folytatásban pedig arról, hogy idén is megtartották a Művelődési Házban a Jókai Napok rendezvénysorozatot, ahol ingyenesen lehetett részt venni sok egyébként rendszeres programon és néhány egyszeri időszakos eseményen. Ezek egyike a főzőverseny, ami évente egyszer mindig nagy sikert arat. Erre csapatokat vártak saját recepttel, az asztalt, a padot, a fát és igény szerint a bokrácsot a Művelődési Ház biztosította. De ez nem egy átlagos főzőverseny volt, itt a főzés mellett szórakoztató feladatok is voltak Szőke András vezénylésével. Röggel van, kukorilla kokas, ágyból ki, csizmába be, bénfogom a lovakat, az hajts, egyszer csak súgy, aztán esmét súgy, hátra nézek engemüknek, én neki, ő nekem, én neki, ő többé nem nekem. Tehetségkutatónak is beillett a Jókai Mar Művelődési Ház főzőversenye, hiszen Szőke Andrásnak köszönhetően különböző játékos feladatokat kaptak a csapatok, amiért pluszpont járt az ételek elbírálása mellett. Domnidári, 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 a Jókai Napok keretében szerveztük meg a főzőversenyt, már évtizedek óta hagyományosan ez a ház hete pár napja, és a szombati napot mindig a főzőversennyel koronázzuk meg. Ez egy nagyon jó kis csapatépítő, illetve közösségépítő rendezvényünk, mert most is ilyen rekord létszámú jelentkezés volt, ezért most idén is, már 3 éve a Posztárton tartjuk a főzőversenyt, mert annyi csapat jelentkezik, most már annyira közkedvelt ez a program, hogy így kinőttük a Jókai kertjét. A 12 csapat változatos receptek szerint főzött. Készült halászlé, tárkonyos raguleves, csilisbab és káposzta is, csak hogy néhányat említsünk. Ami készül, ez vörösboros marharábszár gulyás. Ez ilyen lesz. Mitől lesz olyan igazán jó? Hát ezt nem szeretném elárulni, mert ez az én titkom. De minden olyan fűszer benne van, ami ehhez kell. Titkos is van benne kicsi, de ez titok. Azért. És akkor lehet, hogy ez lesz a nyerő étel? Hogy állnak a versenyben? Hát én nagyon bízom, hogy az elején leszünk valahol. Én hány főzőversenyen indultam, még másodiknál rosszabb sose voltam. Na de itt most mindenki az elsők között akart végezni, és bőven akadt kihívó, például a 4 Fruska és Bajtársai baráti társaság. A másik édesanyával, amikor egész picik voltak a lányok, akkor ismerkedtünk meg. És ők a mai napig nagyon jó barátnők, és mi is nagyon jó barátnők vagyunk. Tehát ez egy több mint 30 éves barátság, mind a két oldalon. És a lányok csináltatták a gyönyörű kötényünket, meglepetés, ez nekünk is. És ők találták ki, hogy főzzünk együtt, mert egyébként én a súranó vagyok, tehát van itt egy másik csapat, a súranó,
és nagyon ki vannak borulva, hogy ellenfélként jöttem ide most, de a lányok kitalálták, hogy legyen egy ilyen anya-lánya csapat. A Budaörs Röte, mint mindenhova, önként érkezik, ugye minden városi eseményen szeretnénk ott lenni. Egy kicsit hosszúra sikerült ez a mai nap, mert délelőtt az országos tűzoltó és rendőrnapon voltunk kint a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen, az egyik állomáson bíráskodtunk, úgyhogy hosszú volt a mai nap, de készül lassan a vacsorára való, ami egy csülkös babos káposzta. Együtt készítjük ezt is, és itt van a csapatnak a javarésze. Soha életünkben nem főztük egyikünk se. Tehát kinézzünk az internetről egy receptet, és azon igyekszünk, hogy ez a minél finomabb legyen. Na és akkor mi ez? Mi került bele? Ez egy tejszínes raguleves, amiben túrós betét gombóc van. Ennyit tudok róla mondani. Disznóhús van benne, zöldségek, gomba, és a túró gombóc. A kapros, tehát ez fontos szerintem, hogy kapor is van benne. Hogy állnak most a versenyben? Hány pontjuk van? Hányadik helyen állnak? Jelenleg 6 pontnál állunk, 3-at kaptunk az éneklésre, illetve 3-at a csapatkiáltásra. Úgyhogy viszonylag jól állunk, nem azért veszünk benne részt, mert annyira szeretünk énekelni, meg majd táncolni is fogunk, de a pontokért küzdünk. Demjén Ferenc dalára elindult a szerelem vonat. Mikorra már mindenki kitáncolta, kiénekelte és kinevette magát, elkészültek a bográcsban rotyogó ételek is. Ez ott van a toppon, ugye? Hogy mi van a toppon, azt a három fő zsűri döntötte el. A zsűri elnöke Szőke András, Simon Erika a művelődési ház vezetője és Selmeci Ágnes a Posztárt vezetője. És az ételek egyre csak érkeztek az asztalra, hogy a zsűri már alig győzte. A Városi Magazin után a Budaörs Mosonmagyaróvár női bajnoki kézilabda mérkőzést láthatják, előtte pedig, mint mindig, most is programajánló. A Négyszögletű kerekerdő című darabra várja a családokat a Budaörsi Latinovic Színház kedden 11 és 15 órára. Szerdán kezdődik a Budaörs Fesztivál. Kiállítások, koncertek, filmvetítések, nyitott műhely, kerekasztal beszélgetés, utcazene és gyerekprogramok várják a kikapcsolódni vágyókat 5 napon át. Szerdán este 7 órától Beck Zoltán szerzői estjén szórakozhatnak, majd 8:30-tól a Fran Palermo lép fel a Posztárton. A részletes programot a budaorsfesztivál.hu oldalon találják. Minden rendezvény ingyenes. Gyermekelsősegély tanfolyam lesz a Kamaraerdei Közösségi Házban csütörtökön 9-től 12 óráig és 17-től 20 óráig. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a Kamaraerdei Közösségi Ház kukac@gmail.com e-mail címen tudnak megtenni. A helyi teátrum új darabjának a vacsora 5 személyre bemutatójára készül. A nyílt próbát pénteken 11 órától láthatják. És végül, de nem utolsó sorban, hangfürdő foglalkozáson is részt vehetnek a lakótelepi közösségi házban pénteken délután 5 órától. Május 1-én a munka ünnepén, a munkaszüneti napon nem jelentkezünk Városi Magazinnal, legközelebb tehát pénteken találkozunk. Viszontlátásra!